A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Rákos Csabai fiókjában vagyunk egy könyvtártól szokatlan rendezvényen, és a rendezvény vendégei ülnek előttem, az, hogy társaságában. Kérem, hogy mutatkozzanak be és mondják el, hogy ez a szokatlan rendezvény miről szól. Kara Gabriella vagyok, és Eszegről érkeztünk, és Eszegről hoztuk a gyerekeket, és Eszegen működik az Egymás Segítő Egyesület Alamenni Erzsébet Segítőháza, amelynek van egy olyan nappali részlege, ahol fogyatékos gyerekeket gondozunk, ápolunk, nevelünk, tanítunk. Így is mondhatnám, hiszen ebből a tanításból jött létre, alakult meg kolléganőm lelkes vezetésével egy színjátszó csoport, aminek az a nagyszerűsége, hogy értelmi fogyatékos, sérült gyerekekből is lehet kihozni a maximumot és a legjobbat. Így van, Erika? Igen. Így van. Na, ez a Szotyi színjátszókör, amely egy éve, másfél éve alakult meg, és azóta nagyon-nagyon sok szép fellépésünk és előadásunk volt már kisebb-nagyobb darabokkal. Kelligerni Nyerges Erika vagyok, a visoszegi Alemáni Erzsébet gondozóházban vagyok az idősek között, mint mentálhigiénés csoportvezető, foglalkoztatásvezető. Pedagógus végzettségem van, tehát innen jön ez a tulajdonképpeni késztetés arra, hogy a gyerekekkel szívesen foglalkozok a mai napig is, mivel ez egy integrált intézmény, és itt vannak a fiatalok, a lakóotthonos gyerekek, ezért adott volt, hogy napi kontaktusban vagyok én is velük, a kollégákkal is, és észrevévén a gyermekeknek a tehetségét, illetve a közösségi rendezvényeken való aktív részvételét, ez hozta az ötletet egy színjátszókör alakítására, amely másfél-két év óta működik, Szotyi színjátszókör néven. Kedves közönség, tisztelt látogatók, tisztelt könyvtári dolgozók, Rákos Csaba barátaink, szeretettel köszöntjük Önöket, köszönjük a kedves meghívást, és fogadják szeretettel az isaszegi Alemáni Erzsébet Segítőház Fogyatékosok Nappali Intézményének lakóotthonának, Szotyi Színház színjátszó körének karácsonyi előadását, kis hangulatot a karácsonyból, mégpedig a címe Nyájhívogató. Fogadják szeretettel. Kis karácsonyi jeleneten kívül egy kiállítással is kedveskednek az olvasóknak. Mit kell tudnunk erről a kiállításról? Erről a kiállításról azt kell tudni, hogy ezek mind a mi intézményünkben is a Szegen készültek. Nagyrészt ezek a gyerekek készítették, illetve a gyerekek kezemunkája is ebbe benne van. Tudni kell, hogy is a Szegen működik egy szövődevaróda, illetve egy foglalkoztató műhely, és ott készülnek ezek a szépségek.